vegan and you know it. Arra gondoltam, hogy amíg még meg vannak a tulipánok, gyorsan megmutatom őket. Ugye milyen szépek. Ja, amint látható, nem tudom, mennyire hallatszik a hang. Kijöttem én is az egyik ilyen napokban zajló tüntetésre, demonstrációra, és bocs, hogy ezzel kezdődik a vlog, de szerintem fontos megmutatni azt is, hogy ki kell állni önmagunkért. Eljutott a társadalmunk odáig, hogy hát hülyének nézik az embereket, és ha úgy vesszük, van politikai vonatkozása a veganizmusnak és állatvédelemnek is, hiszen Mohácson most nyílt meg, ugye nemrég, vagy most nyílik meg Csányinak a gigavágó hídja, ahol amit 10 000 sertést vágnak le évente, akkor ugye Semjén Zsolt és társasága vadászik, az a hobbi, kikapcsolódás, hogy gyilkolnak. Tehát, hogy azért megvannak a politikai vonatkozása is a veganizmusnak, úgyhogy ezért gondoltam ezt a részét megmutatni a dolognak. Nem nagyon szeretnék tovább politizálni, így majd a blogon, illetve a vlogon se, de ezt szerettem volna megmutatni, elmondani ezzel kapcsolatban a véleményemet. Közben mire itt mentem az Andrássyn, az Oktogon fele, ahol még mindjárt megmutatom, hogy még milyen dolgom van, beugrottam a Kozmoszba. Aha, látszik. Nem tudom, mennyire látszik. A lényeg az, hogy itt baromi jó és finom a hambi, úgyhogy arra gondoltam, hogy viszek haza majd, vagy csütel a páromnak, ma van a névnapja. Ugye azért jöttem Andához, nem tudom, hogy álljak, mert eléggé szürkület van, mert most beszéljük meg a Vegán Tavaszi Fesztiválnak a standoknak az elhelyezését, és közben megbeírom a kódot. Ha! Bejutok! Szupi! Úgyhogy, ja, egy fesztivállal kapcsolatos megbeszélés van. Habár, nem megyek, kisötétettem, habár én most csak kapcsolattartó vagyok, meg most ebben segítek Annának, most más szakmai dolgaim miatt nem tudok részt venni, hogy melyik szög a jobb, a konferencia szervezésben, konferencia, fesztivál szervezésben, a hétvégén konferencián voltam. Gondoltam, hogy egy ilyen tíng, de mert a láncok olyan erőszakos vegánok vagyunk. De ez most ide. Go vegan, jó? Ja. Logolog. Go vegan, és ne rajtasd a kutyát semmire. Tiszteld a kutyát, akarod el. Ja. Ugye a matcsa. A Tati tudja a legjobban csinálni, figyelj. Go vegan! Ezt tényleg berakom vlogba. Akkor még egyszer. Tati csinálja a legjobban. Go vegan! Mert hogy tátos is, és nagy is vegán. Hány éve? Ő a legjobb vegán, 5,5. 5,5 éve vegán. 5,5 éve vegán. És tátos 18 éves. 18 éves. És mentett. Igen. Úgyhogy. És nem látszik belőle semmivel, fekete. Igen, és rosszak a fények. Csá! Go vegan! Egy újabb napra virrattunk. Na jó, már délután van, és megyek vissza a városba, ugyanis az egyik kollégámnak fogjuk a születésnapját ünnepelni, és iszunk egy kicsikét, mégpedig nem máshol megyünk, mint az úgynevezett Macskába. Ez ott van a Bérkocsis utcában, és mivel ismerjük a tulajokat, illetve ez egy
aránylag jó hely, ezért esett a választás, hogy oda menjünk így osztályilag. Illetve, amit érdemes tudni a macskáról, az az, hogy egyébként egy vegetáriánus hely, de lehet kapni vegán ételeket is, úgyhogy most majd azt a helyet fogom ma megmutatni. Jó reggelt kívánok! Most péntek reggel van, ugye húsvét péntek, ez az a nagy péntek, amit úgymond megkaptunk szabadnapnak. A mai napra a terv, abban majd lehet, hogy mutatok pár másodpercet, hát ez a tavaszi nagy takarítás, ugyanis azt még nem csináltam meg, direkt így a húsvétra tartogattam, úgymond, hogy majd akkor most takarítok. Amit én meg akartam mutatni, meg lehet, hogy fel is tűnt, hogy kicsit más a videónak a minősége. Ez azért van, mert megvettem egy vlog kamerát, egy ilyen kis Samsung NX Mini-t, hogy könnyebben tudjak vlogolni, mert ugye a Nikont azt eléggé nehéz cipelni. Egyébként ez már régebbi kamera típus, úgymond. Tök jó, van fehér, meg ez a másik négy szín. És itt van az, hogy mik voltak ebben a dobozban, ugye maga a fényképezőgéptest, egy objektív 9-27 mm-es egy vaku, illetve Lightroom CD. És amiért megvettem, ugye ez az, hogy ugye kihajtható a kijelzője. Egyébként ez egy kiállítási darab volt, amit én megvettem. Az üvegasztalt és az ablakokat én ételecettel szoktam tisztítani, és tényleg ez nem használok semmi más, csak az ecetet és papírtörlőt. Úgyhogy ez szerintem tökéletesen megfelel az üvegfelületeknek a tisztán tartásához. Háttöröltem az ecettel a felületet, akkor utána egy mikroszálas kendővel szárazra törlöm. Tehát mivel nálunk azért nem elég az ablakpucoláshoz csak az ecet, ezért először egy vizes rongyal áttörlöm az ablakkeretet, illetve az üveget is, és ebbe pedig egy a lemosó vízbe, nem tudom mennyire lövi be, igen, egy ilyen Frosch márkájú levendulás univerzális tisztítót rakok, hogy azért mégis egy kicsit leoldja a plusz koszt zsírt, nem tudom, hogy milyen, mik vannak a porban. Ugye a Frosch az egy állatkísérletmentes márka, és ha jól tudom, akkor vegán is, csak ugyanis rajta a vegán logó.